nem volt a fejünkben egy előadás konkrét szövege, inkább a fejünkben az volt, hogy valamit meg kellene fogalmaznunk a fiatalok világából, abból a fajta identitáskeresésből, önértelmezésből, annak a térnek a bizonytalanságából, legyen ez társadalmi tér vagy érzelmi tér, tök mindegy, amiben benne állnak. És azt is gondoltuk, hogy a mi dolgunk tulajdonképp az, hogy ennek a közös gondolkodásnak létrehozzuk a lehetőségét, és nem az a dolgunk, hogy a fiatalok helyett kitaláljuk azt, hogy ők mit gondolnak. Nyilván az én dolgom az volt, hogy valahogy zenei értelemben is megpróbáljuk megfogalmazni ezeket a világokat. Nagyon evidensen jöttek a szövegekből a zenei gondolatok. Az első felvonás olyan erővel sodort el, hogy megkaptam a szöveget, utána fel is hívtam az Attilát, hogy kösz szépen, 4 napig nem aludtam, és nem bírtam kikecmeregni belőle. Jó, 3,5 nap volt csak, de hogy egy első adtakkal 3,5 nap alatt létrejött maga a zenei ív. Nyilván nem tisztázottak még a szólamok, meg hangszerelése nem volt, meg még azért harmónia problémái voltak, de hogy önmagában egy lendülettel, azért mondom, hogy nagyon jó szövegek voltak, egy lendülettel 3,5-4 nap alatt meg lehetett rajzolni az ívét az első felvonásnak. És persze utána jön az iparos munka, vagy hogy mondjam, amikor ezeket aztán szétszálazod, elgondolod, hogy mi legyen az adott melódia, harmónia kísérete, kiigazítod a ritmusokat, megnézed a prozódia helyeket, egy-két szótagot arrébb pakolsz, de nagyjából ennyi történik. De önmagában az, hogy volt az a biztonságom a rostomin keresztül, hogy ezeket a dalokat egyből, a kórusdalokat egyből kórusban hallottam. És ezért nem kellett gondolkodnom abban, hogy az egyszál énekek hogyan tartják meg, hanem világos volt, hogy a kórusok megszólalnak. Az is világos volt, hogy a kórusok esetében nem kell szélesen nem operát írunk, vagy mit tudom én, nem is musicalt, abban az értelemben nem kell megtartanunk egy ilyen széles szétszólamozást, amiben van egy kórus, ami csinál valamit, és vannak szólisták, hanem itt mindenki szólista a kórusban is. Nem egy homogén kórus hangunk van, aminek szólamai kell, hogy legyenek, ezért önmagában az, hogy eleve a fiatalok, ahogy látom, minden kórus témát három oktáv szórásban énekelnek, ha csak ugyanazt a szólamot is éneklik, már létrejön egy szólamérzetünk, nagyon szélessé nyílik, mindenkinek megszólal benne a saját hangkaraktere, amit én nagyon szeretek, és amit nagyon kevéssé kedvelek a legtöbb kóruséneklésben. Persze a kóruséneklésnek szükségszerűsége ez a fedett és homogén megszólalás, amelyben együtt mozgó dinamika van, de itt a színpadon most, ha azt akarjuk elbeszélni, hogy mindegyikünknek, akik a színpadon állunk, saját autonóm akaratunk van, és mi ezt akarjuk elbeszélni, akkor kifejezetten jó, hogy miközben ugyanazt énekeljük, ugyanabban a tempóban végezzük ezt az éneklést, szóval együtt éneklünk, de ebben az együtt éneklésben folytonosan kitüremkednek a hangjaink, szóval ez önmagában csodálatos, úgyhogy nagyon sok olyan téma van, amit elég volt két szólamba tartani, vagy egy-egy attaknál egyszerűen használtuk az egy szólam irgalmatlan erejét.